6 nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból. Ott vacsorát is rendeztek neki. Márta felszolgált, és Lázár is a vendégek között volt. Mária vett egy font valódi nárduszból készült drága olajat, megkente vele Jézus lábát, és megtörölte a hajával, a ház betelt az olaj illatával. Az egyik tanítvány, az áruló Júdás, aki elárulta, méltatlankodott miatta, miért nem adták el inkább az olajat 300 dénárért, s miért nem osztották szét a szegények közt. De nem azért beszélt így, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt. Ő kezelte a pénzt, és eltulajdonította, amit rábíztak. Jézus így szólt, hagyd békén, hadd tegye, hiszen temetésem napjára teszi. Szegények mindig vannak veletek, de én nem leszek mindig veletek. Amikor megtudták, hogy ott tartózkodik, a zsidók közül sokan elmentek, nem csak Jézus kedvéért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból. Erre a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert miatta sok zsidó elment oda, és hitt Jézusban. Jézus Betániában van, Lázár barátjánál, Máriával és Mártával. Különleges történet. Lázárt most támasztotta fel, és náluk vendégeskedik. Máriának megint döntenie kell. Egyszer már jó döntést hozott, mert a legjobb részt választotta. Most megint jó döntést hoz. Drága kenetet vesz, Jézus lábára önt és hajával törölgeti. Nem sajnálja a pénzt, nem sajnálja az időt, alázatos tud lenni, kiszolgálja a mestert. Tulajdonképpen az ideális, az igazi keresztény embernek a példaképévé lesz. Aki mindennél fontosabbnak tartja, hogy a mesterrel, Jézus Krisztussal lehessen. Júdás is ott van. Júdás az apostol, aki részese volt Jézus örömeinek, sikereinek, és valahogy mégis mindig azt látjuk, hogy ő csak a pénz érdekli, és itt is most a pénz a fontos a számára. Sajnálja, pazarlásnak tartja a 300 dénát érő kenetnek a Jézus lábára öntését. Sőt, csak a pénz érdekli. És lehet, hogy ebből is lopni akart. Nem tudjuk. De az biztos, hogy a végén odáig jut ebben az irigységben, hogy 30 ezüst pénzért eladja a mesterét. Vajon én mennyiért adnám el? Mi az a pénz, amiért odaadnám Jézust? Mi az a pénz, ami engem megkísért? Mi az az anyagi érték, ami fontosabb számomra, mint Jézus Krisztus követése, mint az a szeretet, amelyel Mária Jézushoz fordult. Jézus, Lázár, Márta, Mária, Júdás, és ott van a névtelen, arctalan, sok ember, mondhatnám tömeg. Nagyon sokszor ott vannak Jézus Krisztus körül, amikor ehetnek a kenyérből, amikor megcsodálhatják a feltámasztott halottat, Lázárt, és azt fogják mondani, azt teszik, ami az ő kényelmüket szolgálja. Nem pénzről van szó náluk, de mégis valahol az anyagi érdek, az anyagi jólét motiválja őket, mintha mi lennénk. 21. századi emberek, akik az anyagi jólét, a biztonság, a kényelem motivál. És valahol a kereszténységüket is ehhez igazítjuk. Ha kényelmes, ha azt hallom, ha úgy hallom, ha olyan körülmények között hallom, ha kellemes a hőmérséklet, akkor még lehet, hogy a kereszténység is szimpatikus. De ha nem szimpatikus, ha nem kényelmes,
mintha sérteni az érdekeimet, mintha más lenne, mint amiről, ahogy én gondolkod a világról, akkor nagyon keményen el tudjuk utasítani, és elutasítjuk. Még olyanok is, akik alapvetően keresztény gondolkodásúak. Jó lenne, ha olyan ember tudnánk lenni, tömegből, a sokaságból arccá válva, mint Mária, aki mer, akar Jézus Krisztus társaságában lenni, és ennek a következményeit is vállalja. Nem csak az örömét, nem csak az élményét, hanem a következményét, feladatát, áldozatát is.